A nagyobbak már egyedül, a kisebbek szülői kísérettel keltek át a Zebrány Nyíregyházán a Kródi Gyula utcában. Egymást érték az Elk Zoltán két tannyelvű általános iskolához érkező autók péntek reggel 7 és 8 óra között, de rengetegen érkeztek az intézménybe gyalog és kerékpározva is. Szeptember 1-én megkezdődött az új tanév, az első tanítási napra pedig a vármegyei rendőrfőkapitányságnak is fokozottan készülnie kellett. Péntek reggel rendőrök felügyelték a forgalmat annak érdekében, hogy mindenki biztonságban megérkezzen iskolájába. 2008 óta idézőjelben ugyanazzal készülünk, megóvni a gyerekeket, legalább az első időszakban egy plusszal, azzal, hogy átsegítjük őket a gyalogátkelő helyeken, átsegítjük őket az iskolába, segítjük a közlekedésüket, és a sajnos néha azzal járőszülőre rá kell szólnunk, hogy mi az, amit tehetnek, vagy meg kell tenniük a szülőknek. A legfontosabb az, hogy példát mutassanak. Hogyha példát mutatnak a gyerek, akkor követni fogja a jó példát, és úgy fog közlekedni, hogy biztonságosan hazaérjen. Nem elég elmondani a gyereknek, hogy mondjuk kösse be magát, a gyalogátkelő helyen menjen át, ne menjen át a tilosan. Ezt a szülőnek nap mint nap be kell mutatnia, és a gyerek a szülő után fog menni. Tehát ezek a legfontosabb dolgok. Tehát 2008 óta az iskola rendőre program működik, és azóta próbáljuk óvni a gyerekeket. A 2023-2024-es tanévet péntek reggel országszerte több mint 1 millió általános és középiskolás tanuló kezdte meg az állami, egyházi, valamint alapítványi fenntartású iskolákban. Az eddigiektől eltérően az utolsó tanítási nap egy héttel később, június 21-én lesz. Ezt azonban ellensúlyozza, hogy az évközi szünetek hosszabbak lesznek. Az őszi szünet 9 napig tart majd, október 28-án szombaton kezdődik, majd november 6-án indul újra a tanítás. A téli szünet 17 napos lesz, december 22-től egészen január 19-éig lesznek zárva az iskolák, tavasszal pedig 11 napon át pihenhetnek a diákok március 28-ától április 8-áig. A középiskolai felvételiket január 20-án írják majd a tanulók, a végzős középiskolások számára pedig 2024. május 6-án indul az érettségi időszak.